A Kárpát-medence országai akkor tudnak hatékonyan együttműködni, ha az átjárhatóság is hatékonyan működik. Ezen dolgozik közösen Ukrajna, Románia, Szlovákia és Magyarország a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat képviseletében. A MOBI projekt a határmenti régiók közlekedés fejlesztését célozza meg a személyek és az áruk mobilitása érdekében. Szeszták Oszkár, a közgyűlés elnöke, a csütörtöki partner találkozón arról beszélt, a legsürgősebb feladat a vasúti infrastruktúra fejlesztése. Évtizedes hátrányaink vannak valamennyi országban, és hát nem is beszélve a határátkerési pontokról, arról, hogy Kárpátalján már széles nyomtávú a vasúti közlekedés, tehát mindez olyan transzcentrális kihívásokat jelent a közlekedési hálózatokban, amelyekre megoldást kell találnunk. Ez a projekt azt célozta meg, hogy modelleket dolgozzon ki, illetve feltárja a fejlesztésben rejlő lehetőségeket, amikre építve mind hazai forrásokból, mind pedig interreges pályázatokból tudunk építkezni a jövőben, hogy mit kell változtatni. Mit jelent a határátkelők helyek szerepe, hogy lehet gyorsítani a határátkelést, illetve hogyan lehet ezeket a rendszereket egymáshoz közelebb hozni. Beszélve persze a légiközlekedésről is, ami nem a régión belüli légiközlekedés jelenti, de a régiók összekapcsolását európai hálózatokkal. A MOBI projekt értéke megközelíti az 1 millió eurót, amelyet teljes egészében az Európai Unió finanszíroz. A pályázat a fejlesztések előkészítése és megvalósítása mellett a nemzetközi geopolitikai problémák áthidalását is megcélozza. Tudni kell azt, hogy a 4 érintett országból egy ország nem is tagja az Európai Uniónak, illetve jelen pillanatban 2 ország Schengen ország és 2 ország nem Schengen ország, tehát ezek a problémák napi szinten jelentkeznek a személyek és az áruk mozgásában. Ennek a projektnek az egyik célja tehát az, hogy olyan módszereket, megoldásokat találjon, ami ezt a mobilitást a jövőben elősegíti és fokozza. És a mobilitások keresztül természetesen a személyek, vállalkozások, szervezetek közötti együttműködést is fokozza majd. Természetesen nem csak ilyen típusú tevékenység zajlott a projektben és zajlik a projektben, hanem fizikai beruházások is zajlottak. Például Tiszabökényben épült egy kerékpárút ennek a projektnek a keretében. A 2020 márciusában indított nemzetközi program idén júniusban zárul.